Sziasztok, ebben a videóban Messi amerikai kalandját fogjuk végigjátszani. Ronaldo után Messi is maga mögött hagyja Európát és az MLS-be, az Inter Miami-ba igazolt. Ebben a videóban megpróbálom rögtön az első szezonban megnyerni vele a bajnokságot. A lényeg az, hogy ebben a videóban csak azokat a játékosokat igazolhatom le, akivel már játszott Messi egy csapatban. Minden átigazolás időszak alatt csak egyet igazolhatok, és hát reménykedjünk, hogy sikerül bajnoki címet szerezni az első szezonban. Ha tetszik, amit csinálok, mindenképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Na és srácok, itt láthatjátok a kezdő csapatomat, ahogy ránéztek elsőre, szerintem láthatjátok, azért van bőven, amit fejleszteni. Arra gondoltam, hogy a kapus posztot mindenképpen meg kell erősíteni, mert 66-os rétinggel, hát nem tudom, hogy mire megyünk. És hát ki más is érkezhetne a csapathoz, mint Emiliano Martinez, ugyebár a VB-n óriásiakat védett, és úgy gondoltam, hogy hát miért ne segíthetni Messit Amerikában, hogy megnyerje az MLS-t, és Emiliano Martinez le is igazoltuk. Szerintem ő most óriási segítség lesz, mert a legjobb kapusunk egy 66-os rétingű játékos volt, és legalább most egy normális kapusunk lesz. Remélhetőleg a szezont valahogy a felé ki fogjuk tudni húzni, hogy tudjunk majd még egy játékost venni, addig meg nyilván majd ki fog jönni, hogy melyik posztra kell még erősítés, kezdődhet a bajnokság. Egyébként a bajnokság két részre van osztva, az alapszakaszsal indul, majd jön a rájátszás, ahol kieséses rendszerben játszanak a csapatok egymással. Az MLS nem az első profi labdarúgó bajnokság az Egyesült Államokban. 1968-tól működött az elődje, North American Soccer League, amelyben olyan játékosok léptek pályára, mint Pelé, Beckenbauer, Best, Eusebio, Cruyff, Gerd Müller vagy Hugo Sanchez. A sok híres játékos ellenére 84-ben megszűnt ez a bajnokság. A 94-es VB-t Amerika rendezhette, és ekkor az ottani szövetség meg is alapította az MLS-t. Azóta sok nagy név megfordult már a bajnokságban, mint például Mateus, Beckham, Henry, de játszott Amerikában Kaká, Pirlo, Lampard, Gerrard, Drogba, Ibrahimovic és még sokan mások. Mivel azt érzem, hogy a középpályánk is eléggé gyenge, ezért úgy döntöttem, hogy a szezon közepén leigazoljuk Frenkie de Jongot, remélhetőleg valahogy meg tudjuk szerezni a Barcelonától, és így egy óriási erősítés lesz a középpályánk kellős közepén. És Frenkie de Jong már is a csapatunk tagja, remélhetőleg Messi fogja üdvözölni, így is van, ott van Guardiola mellett, szóval egy újabb játékossal lettünk gazdagabbak, remélhetőleg így a szezon hátra lévő része sokkal könnyebb lesz. És ahogy láthatjátok, jelenleg csak a 10. helyen járunk, nagyjából a szezon felénél vagyunk, de szerintem még biztos vagyok benne, hogy az 5. hely sincsen olyan nagyon-nagyon messze, hiszen 6 pont választ el mondjuk az 5. helytől. Itt most egy picit begyorsítunk, hiszen nagyobb léptekkel szeretnék haladni. A kieséses szakasz sokkal fontosabb számunkra, hiszen ott dől el a bajnoki cím sorsa. Na és srácok, lezárult az alapszakasz, ahogy láthatjátok, a harmadikak lettünk. Szerintem ahhoz képest, hogy mekkora pont hátrányunk volt, nagyon is feljöttünk. Úgyhogy ez így szerintem eléggé jó eredmény. És most jön a rájátszás, ahogy láthatjátok, az első meccset a Philadelphia ellen fogjuk játszani, és remélhetőleg itt is jól fogunk szerepelni, úgyhogy nézzük, hogy mi lesz azon a meccsen. Csak highlightokat fogunk játszani, mivel az egész szezont leszeretném nyomni ebben a videóban, és megnyerni Messivel a majdnem megnyerhetetlen trófeát, mert azért sajnos elvitték a csatárunkat is, mert kifizették a kivásárlás árát, úgyhogy szinte csatár nélkül játszunk. Az jó lehet? Az jó lehet? Úramisten! Egy az egyben hozhatjuk, de hát az a baj, hogy ezekkel a játékosokkal egy az egyezni eléggé nehéz, viszont az Messinek egy jó labda. Messi! Nem igaz, hogy pont a kapus kezébe lövi, hát ez amúgy a valóságban ilyen szerintem soha nincsen. Messivel hozhatjuk a labdát, Messi! Az egy jó passz! Kapusra rá kell vezetni, és a lövés, és ott a gól! Igaz, piros lapot kaptunk, nem tudom, hogy ki kapott piros lapot, de tök mindegy, megvan a vezetés. Újabb támadás, na nézzük, hogy ebből mit tudunk kihozni. Messinek jó lenne egy passz, csak az a baj, Messivel nem tudjuk átvenni. Egy nagyon jó szögből rúghatunk szabadrúgást. Na nézzük, Messivel mit tudunk kezdeni. Hát ott lefeküdt a csávó. Na mindegy. Jó, hogy látjuk is amúgy a lényeget.
levágódott a labda, de nem tudtunk már ebből semmit sem csinálni, és megvan a győzelem is. Na nézzük a további meccseket, és ahogy láthatjátok, már az elődöntőben vagyunk, szóval egyetlen egy meccsre vagyunk már attól, hogy nagyon-nagyon közel legyünk Messivel. A New England ellen kell, hogy játszodjunk, és nyerni kell, szóval mindent bele kell adjunk, és akkor kezdődjön az elődöntő, és Frankie de Jong kéri vissza. Frankie de Jong, de Jong, és ott a gól, megvan a vezetés. Micsoda gól. Nagyon jól kérte vissza, és nagyon jól is kapta. Én nem gondoltam, hogy pont vele fogunk gólt lőni, de már rögtön a második percben betalálunk. Az jó kis indítás, ismét de Jong. Még egy de Jong gól, még egy de Jong gól. Hát ez nagyon egyszerű. Amúgy az a vicc, hogy egy-egy játékos nagyon jó, és alig lehet elvenni tőle a labdát, a többitől pedig, nem tudom, mint kés a vajon úgy megyünk át. Az egy óriási indítás. Na nézzük, Messi. Messi, 16-oson belül Messi. És megvan a harmadik gól is. Hát ezt innen szerintem már el is szimulálhatjuk. Nem hiszem, hogy meg fognak várni minket. 4-1-re megnyertük, hát itt még kaptunk egy gólt a 27. percben, de két Messi és két De Jong góllal ezt a meccset megnyertük. Hát igazából ez az elődöntő, hiába írja az, hogy a konferencia elődöntője, ez inkább egy negyed döntő volt, és ez az elődöntő, még ez a négy csapat maradt hátra, és hát még kettő meccs vár ránk, és akkor jöhet az elődöntő, még egyetlen egy lépcsőfok választ el attól, hogy megnyerjük Messivel az MLS-t, De Jong kéri, és De Jong kapja is. Nagyon jó, De Jong ott a 16-oson belül, és De Jong belövi. Megszerezzük, srácok, az első gólt a 23.-24. percben, és így már tényleg egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy megnyerjük ezt a meccset. Az is még jó Messi, be kell lőni, és megvan a második gólunk. Hát ezt innen nem hiszem, hogy visszahozza New York. Nagyon jó. Az majdnem nem volt jó. De Jong, ez viszont tényleg nem jó. Így a karomat kinyújtam, és már érzem a trófeát, szóval Messivel lehet, hogy már az első szezonban megnyerjük ezt a challenge-et. És srácok, ahogy láthatjátok, itt van a két csapat, a Dallas és a mi csapatunk, az Inter Miami, és itt a trófea, amiért a mai meccs fog zajlani. Egy meccs választ el attól, hogy megnyerjük az MLS-t, itt láthatjátok a Dallas játékosait, itt pedig Guardiolát, hogy Messinek megpróbál segíteni, és talán az első szezonban akár ez teljesülhet is. Az egy óriási labda, Stefanelli, és bent is van. Na hát erre pont nem számítottam, hogy pont vele fogunk gólt lőni. Na nézzünk egy szögletet, talán ezt lehet jobb lenne lepasszolni, mert nem tudom a játékosaink mennyire tudnak jól fejelni. Ez pedig pont kipattan. A játék már Messit lecserélte, de ezzel a 11-essel eldönthetjük a meccsnek a sorsát. Őszintén nem tudom, hogy kivel kellene lőni, talán Stefanellivel jobban be tudnánk lőni. Én megpróbálom a jobb alsó sarkot. És bent van. 77. percben betalálunk 11-esből, és valószínű, ez azt jelenti, hogy miénk az MLS trófea, Stefanelli, és megvan a harmadik gól. Na hát így biztos, hogy a miénk lesz. És srácok, ezt a meccset megnyertük, úgyhogy Messinek úgymond teljesítettük a vágyát, vagy az álmát, hogy az MLS-ben is nyertünk. Köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk. Ha tetszett, mindenképpen dobjatok egy lájkot és egy feliratkozást, és a képernyőn már láthattok egy olyan videót, ami szerintem érdekes lehet számotokra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, szevasztok!